Egy sikeres pályázatnak köszönhetően újul meg a Brázai Kastélyparkja a Baranyai Pellérden. A község önkormányzata a Baranya vármegyei önkormányzati hivatallal konzorciumban 243,84 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert az élhető települések tárgyú pályázati kiíráson. Ezzel a fenntartható fejlődés sikerült elérni a településen. Ezzel a most megvalósult és lezárult beruházással is még élhetőbbé vált ez a település és ennek a környezete. Hogyha ezt az ünnepi pillanatot kihasználjuk arra, hogy egy kicsit mérleget vonjunk, akkor túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy a pellérdiek az elmúlt évek fejlesztéseinek a nyertesei közé tartoznak, hiszen a most záruló előző nagy megyei fejlesztési időszakban több mint 1 milliárd forint értékben valósultak meg itt a helyiek igényeinek megfelelően infrastrukturális fejlesztések és beruházások Pellérten. Elég, ha csak a település megközelítését segítő kerékpárút építését felidézem, a település jövője szempontjából meghatározó beruházásként utalok a bölcsöde fejlesztésére, illetve a település jövőbeni gyarapodását nagyban meghatározó helyi gazdaság élénkítését lehetővé tevő iparterület fejlesztésére is. Ezek a Brázai Kastélypark fejlesztésével egészültek ki, ez két ütemben valósul meg, most az első végére értek. A növényzet, a kert, a játszóterek már kialakításra kerültek, az élhető település pályázati felhíváson elnyert fejlesztési forrás felhasználásával, a következő időszakban pedig egy olyan fejlesztésre, egy olyan különleges fejlesztésre kerül sor, amely tovább fogja növelni meggyőződésem szerint nem csak Pellért, de egész Baranya turisztikai vonzerejét. A projekt célja a Pellért központjában elhelyezkedő nagy kiterjedésű közpark, a Hajdani Brázai Kastélyparkjának értékmegőrző fejlesztése, a település vonzerejének megtartása, az itt élők életminőségének javítása, ezzel együtt pedig az elvándorlás fékezése volt. A beruházás keretében a korábbi Röntgenjátszótér közel 800 négyzetméter alapterületű különböző korcsoportok számára alkalmas játszótér kerül kialakításra, több irányba vezető térkőburkolatú sétány épült, megújultak az egyes területeket összekötő gyaloghidak korlátelemei, sétányok mentén közvilágítás épült, közel 1200 négyzetméter alapterületű zárt kutyakuttatót alakítottunk ki, a kutyusok itatását lehetővé tévő kuttal, valamint utcabútorok, okospad és kivókutak kerültek telepítésre. Erre a projektre egy újabb épül. A dísztó és környezete, a barlang is megújul, és egy új turisztikai épület is létesül a parkban. Figyelemmel kísérve a park fokozott és a magas eszmei értéke rendelkező környezetvédelmét. A beruházás keretében a korábbi Röntgenjátszótér közel 800 négyzetméter alapterületű különböző korcsoportok számára alkalmas játszótér kerül kialakításra, több irányba vezető térkőburkolatú sétány épült, megújultak az egyes területeket összekötő gyaloghidak korlátelemei, sétányok mentén közvilágítás épült, közel 1200 négyzetméter alapterületű zárt kutyakuttatót alakítottunk ki, a kutyusok itatását lehetővé tévő kuttal, valamint utcabútorok, okospad és ivókutak kerültek telepítésre. Wifi hálózat és közterületi kamerarendszer került kialakításra. A dísztó mellett a barlang tetejére vezető sétány létesült, a beruházásnak köszönhetően kastélypark növényállománya megújult, a klímaváltozásnak megfelelő őshonos növények telepítése által változatos fajösszetételű növényállomány került létrehozásra. A projekt célcsoportját alapvetően a település lakossága, azon belül elsődlegesen a fiatal korosztály, a családos felnőttek alkotják. A közpark megközelíthetősége akadálymentes lett. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg.